Hello, sziasztok, én Oni, amik is már nagyon-nagyon rég volt vélemény kifejtős videó ezen a csatornán, szóval úgy gondoltam, hogy ezt orvosolom. Amikor én nyaraltam 2 hónappal ezelőtt Békés Szentandráson, akkor rátaláltam erre a hölgyeményre, és úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen akarok róla egy videót csinálni, viszont akkor azt gondoltam, hogy én majd nagyon komoly hangvétel, nagyon megfontolt, nagyon összeszedett, skriptelt videót fogok erről csinálni, viszont azóta annyira sokan reagáltak már erre az emberkére, és annyira szépen elmondták az én véleményemet, hogy ezzel különösebben nem szerettem volna elhúzni az időt, meg túl igényesre se csinálni, mert attól egy kicsikét az utóbbi időben elvette a YouTube a kedvem. Szóval nézzétek el, hogyha a hangom a keleténél legyen furcsább, ugyanis fújom az ormat, de szerintem mindenki, aki suli is ezzel így van. Egyik osztálytársad elpröszköli magát, egész osztály suli, tanári gárda beteg, szóval nagyjából ennyit tudok elmondani. Kezdjük! Én soha nem leszek a te legjobb barátnő, soha. Főleg, amikor arról panaszkodsz, hogy a pasi, mit tesz a hátad mögött, és... Imádom, hogy itt nem az van leírva, amit mond, hanem amiről kb. Beszél. Én nem tudok egyáltalán empatikus lenni és együtt érezni veled. Az egy dolog, hogy tudom, milyen érzés, amikor kihasználnak, azt viszont... Kötelességemnek érzem azt, hogy ilyenkor nem melletted fogok állni, és neked fogok igazat adni, hanem el fogom mondani azt, hogy... Próbálok a feliratra is koncentrálni meg, amit mond, csak a kettő nem, néha nem igazán passzolt. Ez most nagyon fog fáni, de... Hiányosak a férfiak iránti ismereteim. A fenessem beléje. De nem is tudod, hogy hogyan működnek. Itt a probléma, látjátok? Nem tudom, hogy hogyan működnek a férfiak. Nézzünk utána! Most az összes férfi nézőmet meg szeretném arra kérni, hogy írják már légy szíves a komment szekcióba, hogy hogyan is működnek, hogyan is léteznek, hogy ezzel is tanulhassunk mi nők, és egyszer majd Tikibui a legjobb barátnőm lehessen. Én a barátnőm vagy, és fontos vagy nekem. Ezeket azért... Bízz bennem, hogy a barátnődként a legjobbakat akarom neked. Az egész videód arról szólt, hogy miért nem akarsz a barátnőm lenni, hát hogy bízhatnék benned? Tudjuk meg, hogy a férfiak mit kerestek a nőkben. Gyerünk! Mondja meg egy nő, hogy a férfiak mit kerestek egy nőkben. Ez az. Mi az, amit a férfiak keresnek egy nőkben? Most gondolhatod az, hogy biztos minden férfi egy olyan nőt keres, akinek szép a lelke. Nem. Nem lehet leáltalánosítani az egészet, hogy minden férfi pont nem. Minden férfi más keres. Vannak olyan férfiak, akik nem akarnak például hosszú távú kapcsolatot, soha életükben nem akarnak megházasodni, soha életükben nem akarnak 2 hónapnál többet mondjuk együtt lenni valakivel, és vannak olyan emberek, akik meg soha nem akarnak 2 hónapig együtt lenni egy emberrel, hanem minimum több hónapig, vagy minimum több évig. Szóval most igazából igazat adtam neki, mert még nem tudom, hogy mit fog mondani. De abban egyetértünk, hogy ez hülyeség. A lelke. És ezután jön a de? Azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak nem látnak bele a lelkünkbe. Szemmel biztos, hogy nem. Esránézéssel csak azt látják, ami előttük van, tehát a külsődet. Nagyon fontos tudnod, hogy ők nagyon szeretnek birtokolni, nem csak szép lakást, autót, hanem szép nőket is, és ezért... Buu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 
matematika van a dologban, ugyanis tudtam, hogy egy pár kapcsolatnak mind a kettő fele egyenlő. Nem az egyik birtokolja a másikat, nem a férfi birtokolja a nőt, és nem is a nő birtokolja a férfit, hanem ez egy közös megegyezésen alapuló dolog, amiben mind a kettő fél egyenlő, legalábbis ideális esetben, tudtommal, de nézzük meg, hogy hogyan van a valóságban. Mert szeretnek egy olyan nőmmel sétálni, akivel büszkélkedhetnek, ki tényleg azt sugározza, hogy... Hát ezért akar mindenki barátnőt, ezért. De ami még ennél is fontosabb, az, hogy egy olyan nőre vágynak, akik meg tudják nekik azt az érzést adni, miszerint ők a hősök, a lovagok, az istenek, a védelmezők, a mindenség. Egy igazi férfinek nem pont attól férfi, hogy ő férfi tud lenni nő nélkül is. Nem csak akkor érzi magát férfinek, ha van egy nője, hanem akkor is férfinek érzi magát, amikor egyedül van magára utalva. Várjál, nézzük a kommenteket. Teljesen egyetértek abban, hogy a belső is számít ahhoz, hogy működőképes legyen egy kapcsolat, bár számomra ez túl evidens, hogy erről készítsek videót. Tehát az, hogy a belső a férfiaknak fontos, az nem annyira evidens, mint hogy a És mi alapján választasz a társat először? Rögtön már látsz a lelkébe, és tudod, milyen egy szuper társ. De nem rögtön jössz össze valakivel, tehát nem az, hogy meglátsz az utcán valakit, és akkor...
ő vele összejönni, de most nem tudom, én még sose voltam olyan, hogy izé, hogy látok valakit az utcán, mondjuk aki szép, vagy tetszik, vagy valami, és akkor így, vele tök rá tudnék képzelni egy párkapcsolatot, csak utána tudok valakivel elképzelni egy párkapcsolatot, miután megismerem. Így riaszd el magad elől a férfiakat! Tutoriál kezdőknek, gyerünk! De nem más, mint tanuljunk. Az erőszakos kommunikáció egy nő szájából. A férfiak ki nem állhatják, hogy egy nő kiabál, ordibál. Én azon kezdtem el most nagyon gondolkodni, hogy ő nőként miért beszél arról, hogy a férfiak mire vágynak. Én már azt is olyan kínosnak érzem, amikor így a férfiak YouTube-on így elkezdik mondani, hogy az igazi férfi az mire is vágyik, és milyenek kell lenned neked nőnek ahhoz, hogy legyen egyszer egy pasid. De úgy azt még úgy valamennyire meg tudom érteni, mert ő férfiként el tudja mondani, hogy mit érez pontosan. De hogy egy nő miért csinál arról videót, hogy a férfiak mire vágynak, vagy ő ezt honnan szedik, honnan tudja, azt nem igazán tudom. Erőszakos, agresszív kommunikáció. Eléggé fontos a kontextus, tehát hogy milyen kontextusban történik ez, mert persze, senki se szereti, hogyha valaki erőszakos, meg agresszívan kommunikál vele, de ez férfiakra, meg nőkre is kivetíthető. Viszont azért a kontextus ez szerintem igenis fontos, mert hogyha oka van annak, hogy erőszakos és agresszív a kommunikációja egy nőnek, akkor szerintem az nem feltétlen lehet ilyen off. Bár mondom én ezt nőként, hát látjátok, hát már ugyanazt csinálom, mint ő. Bele se néztem a videóba, azt már itt elkezdek, bocsánat. Amely elijeszthatja a legtöbb férfit. Ez pedig nem más, mint az erőszakos kommunikáció egy nő szájából. A férfiak ki nem állhatják, hogy egy nő kiabál, ordibál. Ezzel nem azt fogom mondani, hogy neked meg kell hunyászkodnod, hogy neked alárendelt pozícióban kell lenned. Akkor mondd meg, hogy mit csinálják. Arra biztatlak, hogy mindig állj ki önmagadért, a saját igazadért, mert közben drág meg azt az erőt, ami ott van milyen benned, a amely mindig nyugalmat, békét és harmóniát áraszt. Mert ezt az energiát, ezt a feminine erőt keresik a férfiak benned. Emlékezz vissza, amikor régebben a másik léteztek, ahol királyok és királynők éltek. Mikor hallottad te... Oké, szerintem megkaptuk a választ, hogy honnan is szedi ezeket a dolgokat, oké? Mikor hallottad te a királynőt felmenni a hangját, kiabálni, úgy viselkedni, mint egy házi sárkány? Nem azért, mert a királynőnek nem volt ereje, hanem ő pontosan tudta, hogy az ő ereje ott van benne mélyen, és nincsen szüksége arra, hogy felemelje a hangját, és hogy kiabáljon. Tudod, az az igazi nőies erő, ami ott van benned is, az hangtalan. És az, ahogy én most így beszélek, ilyen halkan, nem azért, mert elbizonytalanodtam, hanem azért, mert az én erőm nem a hangom nagyságától függ. És arra biztatlak, hogy mindig maradj nyugodt, minden helyzetben, kiabálni mindenki tud. De azt a... hogy te minden helyzetben, minden esetben nő tudj maradni, ezt gyakorolni kell, nem... Hát igen, én sokszor vagyok, néha nem tudok nő lenni minden szituációban, tehát néha ilyen... Mi az, hogy nem tudsz néha nő lenni minden szituációban? Jaj, értem, hogy nő, hanem hogy kislány. Értem. Az a képesség, hogy te minden helyzetben, minden esetben nő tudj maradni, ezt gyakorolni kell, nem könnyű, de pont ettől vagy nő, és pont ettől fog téged jobban megbecsülni és tisztelni a párod, mert tudja az, hogy te egy nőies nő vagy, aki tisztában van a saját feminin energiájával, és nem változtatja át egy maszkulin energiává. Hogy egy férfi benned nőként a maszkulin energiát érzi, akkor nem a nő fogja látni benned, hanem a férfit, és egyik férfi sem szeretne egy másik férfival leélni az életét. Lehet, hogy nem érzi. Várjál, ezt még fel kell dolgoznom, tehát. Hát akkor vannak a feminin energiák, meg a maszkulin energiák. A férfiaknak vannak a maszkulin energiája, vagy bebárjál, bocsánat, a feminin energiát is elő tudnák hozni, csak akkor nem lesznek férfiasak, nem lesznek maszkulinak, és akkor nem lesznek olyan vonzóak az igazi feminin nők számára. Mert a feminin nő az a harmóniát árasztó, meg nem tudom mit árasztó erő, az meg minden nőben ott van, csak elő kell hozni. Ami például azzal kapcsolatos, hogy te tudj minden szituációban csöndes lenni. Királynő. És ezt tud uralni. De, ha jön a maszkulin energia, és átveszi az irányítást a feminin fölött, akkor a csávód a maszkulin energiájával már ő is maszkulin energiát fog látni, a te feminin energiádba, vagyis nem, a te feminin energiát fog átváltozni maszkulinná, és akkor már a férfi
egy férfit fog látni benned, és melyik férfi akarna egy férfivel leélni az életét? Ezt most jól foglaltam össze? Vagy ez történt? Mert ha ez történt, akkor... Hú! Imádom ezt a videót. És amikor annyira felbosszant, de annyira, akkor nem emelt fel a hangot egy kicsit sem. Lecsendesítem a külvilág zaját, és átteszem a fókuszt a belső nyugalmi állapotom helyreállítására, hogy ne billenjek ki abból a tudatállapotból. Ez tényleg sosem szoktál ideges lenni. Nekem is több nőies kommunikációt kéne tanulnom, mert a végén még azt hiszitek, hogy férfi vagy. Amit egy igazi nő nem tesz meg a párkapcsolatában. Nem emeli fel a hangját. Tudod, egy a pasi azért van veled, mert nő szeretne maga mellé. Egy olyan nőt, aki nőjes, nőjesen kommunikál, nőjesen öltözködik és nőjesen viselkedik. De a háta közepére sem kívánna egy olyan nőt, aki ordibál, hiszizik, káromkodik, csúnyán beszél. Még akkor is, hogy összevesztek. És mi van, ha neki ez bejön? Vagy nem létezhet egy olyan férfi, aki mondjuk, akit mondjuk nem érdekel, hogy a párja az káromkodik-e vagy sem. Aki szereti mondjuk, hogy a párja egy intelligens nő, aki mondjuk néha adott szituációkban felemeli a hangját, és kiáll maga mellé, vagy maga mellé, kiáll magáért. Akkor is, hogyha összevesztek, és olyat mond rád, ami téged feldühít, akkor sem beszélsz vele, mint egy kutyával. Mert akkor nagyon... hogyan el fogod veszíteni. Hát de basszus, ha ő is úgy beszélt velem, mint egy kutyával, vagy ő már nem is félhet attól, hogy mondjuk engem veszít el. Mindenféleképpen én veszítem el őt. Csak egy kérdést tegyél fel ilyenkor. Figyelj, drágám, úgy érzem, hogy ezt nem értemeltem meg, és csak szerettem volna megkérdezni, hogy te tényleg így akartad ezt kimondani, és tényleg ezt gondoltad komolyan? És ilyenkor két választ kaphat. Egyszer, tudom elképzelni, hogy milyen szituációban, milyen olyan szituációban felemeled a hangodat, olyan szituációban hogyan tudnád autentikusan elmondani ezt a kérdést? Igen, ezt akartam kimondani. És akkor mi van? És akkor szépen azt mondod neki, hogy rendben van, akkor kérlek, hogy segíts nekem abban, hogy válasz ki, melyik doboz a csomagoljon vacsorádat, ugyanis anyukád nem, mert pár hétig nem fogsz kapni semmit. És még te csomagolod be az ő vacsoráj? Figyelj! Húzzá innen, de előtte még becsomagolom a vacsidat neked. Jó van. Nagyon hülye voltam, ne haragudj, többet nem fordul ez elő. De az, hogy milyen választ kapsz, az igazából rajtad múlik, hogy ő hogyan néz fel rád, hogy... Hát nem, az, hogy milyen választ ad ő, az csak is kizárólag magán múlik, nem rajtad. De milyen nő vagy az ő szemében? Éreztes vele az, hogy te így is nagyon boldog vagy, hogy ő nem beszélhet így veled. Lehet, hogy igazad lesz, de pasit az nem. 35.800 like! Legyünk vonzó nők! A férfiakat hidegen hagyják az erős nők. Hát ez így szokott működni. A vonzás törvény alapján a férfiakat a nők vonzzák. De rámugrat nem az a nő, aki nő nevű, hanem akinek az egész összképen nőjes. Az arca, az öltözéke, a testtartása, a járása és az egész megnyilvánulása. Gondolj csak bele, hogy téged sem vonz egy nőies pasi. Relatív, hogy mit nevezünk nőies pasinak, de tudok felsorolni pár olyan férfi, énekes, színész, stb., aki nem egyszer volt szoknyába, vagy ruhába, vagy volt kisminkelve, mégis elég sok lány szerelmes beléjük. Fordított esetben is, valakinek a vagányabb típusú lányok jönnek be. Mielőtt ismerkedsz, ügyelj a részletekre, hogyan nézel ki, hogyan öltözködsz, hogyan jársz, hogyan kommunikálsz, mert ez egész összkép számít. Azért nem lehet tudni a te esetedbe például, mert sose hangsúlyozott ki, hogy mondjuk a belső is mennyire fontos. Mindig csak arról beszélsz, hogy a külső, vagy a kommunikáció. De ez se feltétlen a belső, mert az, hogy hogyan kommunikálsz, persze az is olyan fontos, de az is, hogy mit. A külsődön sokkal könnyebb változtatni, mint a belsődön. Vagy hogy mondjam? Jó, nyilván az arcodat meg testi szédet nem igazán tudod módosítgatni a legtöbbet, de az öltözködésedet eléggé könnyen meg tudod változtatni. Ha van rá pénzed. Meg tudsz tanulni sminkelni. Ellen példának tudom hozni azt, hogy a honvédelmi táborban, amikor az egyik csávóval így festettük egymás arcát ilyen harci festékkel, ő mondta nekem, hogy szerint egyébként a lányoknak felesleges sminkelniük.
mert ők anélkül is szépek. És egyébként olyan dolog volt, ami így meglepett számomra. Aztán ezzel kapcsolatosan több férfi barátommal is beszélgettem, és ők is megerősítették, hogy igen, nem kell minden lánynak sminkelnie. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kicsit lefáradtam a végére, szóval nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Olyan voltam, találkozunk a legközelebbi videóban, addig is, sziasztok!